Sziasztok! A szívemre helyezte Isten azt, hogy hogyan és miképpen gondolkozik sok ember az Isten szaváról, Jézus beszédéről. És négy igevers van az én szívemben, amit szeretnék megosztani veletek, azért, hogy olvassátok el, tanulmányozzátok, vizsgáljátok meg, és gondolkozzatok ezek alapján mindarról, amit hallunk, olvasunk, vagy amit gondolunk. Az egyik a Timóteusi második levél harmadik részének 16-17-es verse, amikor azt írja Pál, hogy a teljes írás az, ami hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere mindenre jól felkészített legyen. A másik három ige pedig Jézussal kapcsolatos, pedig a Máté evangéliumából és János evangéliumából szeretnék néhány gondolatot hozni. János 16-ban azt mondja az Úr Jézus, ez a 12. verstől van, hogy sok mindent kellene mondanom nektek, de nem bírjátok elviselni. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert azokat mondja, amiket tőlem hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Szóval elgondolkodtató az, hogy hogyan tekintünk akár Pál leveleire, akár Péter levelére, János levelére, egészen egyszerűen az új szövetség kijelentéseire, ezeknek az igéknek a fényében. A másik ige, ami a János evangélium a végén található, 21. rész, 25. versében, azt mondja János, hogy sok egyéb is van, amit Jézus tett, de ha mindaz le lenne írva, akkor a világ nem tudná befogadni azoknak a könyveknek a számát. És még egy, ami a Máté evangéliuma 5. részében, a hegyi beszédben található, Jézus azt mondta, ez a 17. versben van, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a profétákat. Nem azért jöttem, azért jöttem, hogy betöltsem. Sőt, azt is mondta Jézus, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Még arról is van szó ezekben a versekben, hogy egy jotta, sőt, egy pontocska sem vész el, hogy benne teljesedne. Tehát, ha valaki ezek közül a parancsolatok közül csak egyet is eltöröl, azt, és úgy tanítja, azt mondja Jézus, hogy a legkisebb lesz a mennyek országában, ha pedig valaki ezeket megtartja, és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Kívánom, hogy amikor kezedbe veszed a Szentírást, a teljes írás Mózes első könyvének első részétől a jelenések 22-ig, hogy ez bátorítson, tanácsoljon és vezessen, és vedd komolyan az Isten beszédét. Legyetek áldottak Jézus hatalmas nevében. Amen.